Székelyhidi Tamás Tagadőlői Nemzetközi Filmfesztivál főszervezőjét, legalábbis egyik főszervezőjét. Köszöntöm a stúdióban, szervusz Tamás. Szervusz. Közeledünk az időponthoz, amikor a soron következő fesztiválra sor kerül, és hát tulajdonképpen majd arról is beszélni fogunk, hogy kalandos úton jutottál ide, hiszen nagy rohangálásokkal jár ez a dolog. De beszéljünk egy kicsit inkább arról, hogy állunk. Hányan neveztek, és egyáltalán hol tartunk a dologban? Nagyon jól állunk. Azt mondhatom, hogy ugye ez a harmadik éve ennek a fesztiválnak. Tényleg sikerült elérni azt, hogy nemzetközileg ez a fesztivál már elfogadott, tehát ami azt jelenti, csak a számok tükrébe, tehát több mint 300 nevezés érkezett 58 országból, és ami az óriási eredmény, ugye lehet, hogy valaki még emlékszik rá, hogy azért indult így be a nemzetközi, mert hogy nemzetközi portálokon hirdettük saját magunkat, ilyen filmes portálokon. Megcsináltuk a saját nevezési oldalunkat a weblapunkon, és idén a nevezéseknek kétharmada már a mi weboldalunkon érkezett, ami azt jelenti, hogy az 58 országból csekkolják és nézik, és várták, hogy Gödöllőn lesz fesztivál, és meg észrevették, hogy van egy nálunk is nevezés, akkor nem a nemzetközi portálra vitték. Úgyhogy ez egy nagy szakmai siker, és akkor csak úgy kiemelem, hogy a legnagyobb magyar alkotók, tehát a Török Zoltán újra itt fogja bemutatni a legújabb filmjét, tehát ez lesz a premierje, mondhatjuk világpremierjének, Mosonyi Szabolcs, tehát minden nagyobb alkotó is nevezett, tehát természetesen, hogy van ugye évek átcsúszása, amikor készül a filmjük. És azért megjegyzem, a nemzetköziekben pedig a legnagyobb európai stúdiók és amerikai stúdiók neveztek, tehát Chris Morgantól a Terra Materig, a hamburgi stúdióig, és David Attenborough legújabb filmje is a tudományos dokumentumfilm szekcióban. Tehát nagyon neves filmek, nagyon súlyos filmek vannak a nemzetközi kategóriában. Nagyon élvezetesek lesznek, törekszünk, hogy amit tudunk, fordítsunk le, tehát feliratozzunk, és hát gratulálunk a magyar alkotóknak, mert ugye a Kárpát-medencei filmszemlét is itt tartjuk, azon belül három kategória van, ott pedig a nagy siker, és ez mindannyiunk sikere, hogy már nem csak magyarok neveztek. Tehát a lényeg az, hogy szlovák, román, cseh alkotók is, lengyel alkotók is neveztek ebbe. Tehát ezek a filmek csak a Kárpát-medencéről szólnak, természet és kulturális érték. Az 59 országból melyik a legtávolabb? Ausztrália. Tulajdonképpen mindegyik csücskéből jött. Argentinából, tehát a dél-amerikaiak egy elég erősen és nagyon-nagyon jó dokumentumfilmeket neveztek. Afrikából jöttek nagyon jó dokumentumfilmek, tehát a víznek a hiánya az egy nagyon központi témájává vált a filmeknek, és ez meglepő számunkra, és egy kis csúszás, tehát tavaly évben az volt, hogy a víz az egyik kiemelt témánk volt, idén nem hirdettünk kiemelt témát, de egyszerűen úgy néz ki, hogy a világban van egy olyan probléma, amire most már tényleg a dokumentumfilmek abszolút rá fókuszálnak. A gyerekek, nincs egészséges víz, arab világban három kuton él, 12 millió ember, tehát gyönyörűen rakják össze ezek a dokumentumfilmek, hogy nagyon-nagyon sok mindenre oda kéne figyelni. A másik, amit mondtál, egy mondatot, amire odafigyeltem, azt mondtad, hogy törekszünk rá, hogy feliratozzuk. És akkor erről jutott eszembe, hogy azért itt vagytok néhányan, akiket látunk a honlapon, mint szervezőket, de hát itt kell, hogy legyen egy nagy háttércsapat is. Tehát a műszak, meg a előzsűri, meg a nem tudom, tehát hogy kik ezek az emberek, akik ezen dolgoznak? Mindegy kincs, tehát mindegyik ember egy kincs, aki ebben a csapatban benne van. Ugye azt mondhatom, hogy a úgynevezett stáb, vagy az, aki a fő magot adja, az egy durván 4-5 ember, tehát ugye van nekünk ez a CarPlav nevezetű cég, annak a vezetői volt Kátai Robert, tehát ők, akik a filmes dolgokat, a műszaki és technikai dolgokat, a hátteret adják, hogy tudjuk ezeket a filmeket konvertálni, betítési kópiát készíteni, stb. És emellett van egy nagyon-nagyon jó és nagyon jó fiatal csapatunk, amelyik az egyetemen
most végzős, vagy épp a végzés közel álló fiatalok, akik a nemzetközi partnerekkel kommunikálnak, dolgoznak nagyon sokat, önkéntesként ott fognak dolgozni a fesztiválon is, és hát van nekünk egy kommunikációs vezetőnk, ugye az elsők Nóra, tehát most már úgy összeállt a csapat, a helyén van, ha azt mondom neked, hogy mekkorára fog nőni, mire ez a fesztivál meg lesz, az durván naponta szerintem olyan 30-40 ember fog itt dolgozni, önkéntesként, vagy profiként, de aki úgy kordába tartja az eseményeket, hiszen idén is lesz Alsópark hatalmas rendezvényekkel, itt lesz a Kelehajó, amelyikkel átszelték az Atlanti óceánt egészen odáig, hogy egy 25 ezer literes akváriumban Magyarország halai, állati stand-up, környezetvédelmi játékok, tehát rengeteg jó új ötletet találtunk, emberi csocsó lesz, tehát amiben hulladékokkal fognak focizni a gyerekek. Erre is visszatérünk, de az előbb kimondtad első Nóra nevét, akivel amikor utoljára vele beszélgettünk, akkor tőle tudtuk meg, hogy országosá vált a fesztivál. Na, erről egy picit. Hát igen, tehát ezt is a nyakunkba vettük. Nagyon fontos volt, hát már az első évtől, meg az indulástól kezdve az a cél, hogy emberek, figyeljetek oda. Tehát itt nagyon-nagyon jó alkotások vannak, arról szólnak, ami a környezetünkben van. Érdemes felhívni a figyelmet ezekre, és nagyon jó filmek, nagyon jó alkotókat reprezentálnak. És idénre elértük azt, hogy 19 magyarországi város, tehát Zalaegerszegtől Szegedig, Nyíregyházától Kaposvárig, tehát 19 magyar város csatlakozott, és velünk egy időben egy természet- és környezetvédelmi filmnapok került meghirdetésre. Nehogy elfelejtsem, hogy emellett még Kolozsvár és Székelyudvarhely is csatlakozott. Ugyanígy ebben a három napban, 26-a, 27-e, 28-a, ugye május, tehát eddig ezt a nagy dátumot nem mondtuk ki. Náluk is vetítések lesznek a moziba, ugyanúgy a helyi civilek, helyi környezetvédők, ahol tudnak, oda mennek, ugye 28-a gyereknap, tehát ez egy ilyen csomagba átkerült hozzájuk. Nincsenek szabályaink, nincsenek szabványok, mi a válogathattak a filmek közül, ugye kiemelten a magyar filmek közül, tehát a helyi ízlésnek megfelelően programok. Nos, ez azt jelenti, hogy hát kikkel kellett ott megállapodni, ugye nyilvánvaló az első az, hogy legyen, aki levetíti, tehát mozika... Ugye van egy olyan, azért tudtuk ezt így végigvinni, mert van egy úgynevezett art mozi hálózat, és akkor a mozik egyesület, ez nagyjából átfedik egymást, de ez az art mozik azok, akik az Európai Uniós támogatásból kapnak pénzt azért, mert nem csak az ilyen nagy akciófilmeket nyomják, hanem ők elméletileg a nem nagy közönség filmek, de a játékfilmektől kezdve. Tehát egy ilyen kulturális missziót is betöltenek a mozik között. A többi mozival nem is tudtunk volna megállapodni, mert azoknak olyan szerződéseik vannak a forgalmazókkal, amiben ezek nem férnek bele. Úgyhogy mi ezekkel a mozikkal önkéntes alapon állapodtunk meg. Tehát aki fölvállalta, de hát fantasztikus, hogy ennyien fölvállalta. És ez úgy volt, hogy e-mailen megszólítottátok őket, és mert gondolom, hogy ennyi utazás nincs a világon, hogy mindenhova eljussatok. Mindenhova elmentünk, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, de ez egy, ugye őnekik az artmozi hálózatnak mindig van Miskolcon, tehát a Miskolci Fesztivál alatt a Miskolci Színefeszten van egy találkozójuk, mi oda elmentünk, elmondtuk az ötletünket, és onnantól már ugye elindult egy e-mailes kommunikáció, és akkor ebből szülődött. Jó, de hát ugye a program mindig szélesebb, mint az, hogy beülünk a moziba, és megnézzük egy filmet. Ugye Gödöllőről már egy pár szót mondtál, hogy mi mindent láthatnak majd az ide látogatók. Hát gondolom az önkormányzatokkal is beszélni kellett, hogy álljanak mellé, vagy ezt a mozik intézik saját maguk? Mi megkerestünk minden önkormányzatot, megkerestük az önkormányzatok szövetségének az elnökét is, tehát vele is leültünk, megkértük, hogy egy körlevében tájékoztassa az önkormányzatokat, ugye elég sok megyejogú város és más város is csatlakozott, de nem csak az ilyen nagyok, tehát Tapolca, mint kisebb város, tehát csak így megemlítem. De mi a helyiekre bíztuk ezt a dolgot. Tehát mi egy szakmai tájékoztatást adtunk, hogy ennek van azért van értelme, és látszatja itt Gödöllőn is. És onnantól kezdve a helyiek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mi nem adunk, tehát ha támogatást kap egy
mozi, azt a helyi önkormányzattól kapja, a Gödöllői Központ nem kért semmilyen pénzt, tehát helyben szervezték, helyi támogatásokból hozzák létre ezt a háromnapos rendezvény sorozatot. Mi a Nemzeti Kulturális Alapnál tudtunk egy olyan összeget nyerni, nem tudok, 1,5 millió forintot, amiből a nyomdai, tehát minden városban plakát lesz pot a mozikba, lesz szórólap az iskolákba. Ezeket tudtuk, és a helyiek ezt mind leszerveztek. És akkor tulajdonképpen ők is belépő díjmentesen fogják? Mindenhol. Ez nagyon fontos, nagyon köszönöm, hogy erre rákérdeztél. Tehát mind Gödöllőn, mind pedig minden egyes városban a 3 nap alatt a vetítések, rendezvények ingyenesek. Uh-huh. Kell, hogy bejöjjenek az emberek. Ez mindig egy vita, hogy most veszünk más fesztiválokat Budapesten, hogy jegyet veszünk, vagy nem. Mi úgy érezzük, hogy ennek a fesztiválnak a témája, ez egy olyan közértekű dolog, aki arra jár, az jöjjön be, ha nem jön be, akkor játszonként, de értesüljön, vegye észre, hogy mi van maga körül. Ez nagyon fontos. Na most akkor térjünk át a filmekre, hogy bedől ide 300 film. Gondolom már a nevezések után, vagy vele párhuzamosan a filmek is megérkeztek. Itt vannak valahol? Hát, ez ugye ez egy hosszabb folyamat, igen, tehát egy megtekintési kópia megérkezik így. Kik azok, akik ezeket megtekintik és eldöntik, hogy ez most mind mehet, vagy nincs szűrő, mindent vetít? Nem, tehát van egy szűrő az elején. Tavaly évben és előző években ebbe a szűrőbe, úgynevezett előzsűribe behívtunk filmes barátot, ismerős mindent. Nem mondom, hogy leszűkült a darabszám, de látjuk, hogy kell egy nagyon egyszerű, racionális, nem szakmai döntés az első szűrőbe. Tehát az előzsűri az nem teljesen szakemberekből áll, ebben vannak civilek, szakemberek olyan szempontból, hogy biológus, tehát akik értekenek ezt a témát, de ők szelektálják elsőre a filmeket, ők azt mondják, hogy mi azt javasoljuk, hogy ennyi kerüljön a katalógusba, mert ezek érdemes, hogy megszólításra kerüljenek, és mindenki ad egy pontot, abból kialakul egy ilyen 15-20 film, amire úgy tényleg, hogy mindenki azt mondta, a gyerekek, ez hú. És akkor a főzsűri, ugye mind a nemzetközi, meg a magyar zsűri elé, már ezek kerülnek, de ha valaki megnézi a weblapunkat, óriási fejlesztések vannak, köszönet ezért is, tehát nemzetközi szinten dicsérnek minket. Tehát olyan felületet tudtunk nyitni, amin a zsűri fogja, rámegy arra a felületre, látja a kiemelt 20 filmet, meg tudja mindegy nézni, de ugyanúgy meg tudja nézni az összes többit is. Tehát nincs kizárva a főzsűri abból, hogy elkezdjen mazsolázni akár cím alapján. Na mindegy, de a főzsűri már egy ilyen leszűkített körből dönti el azt, hogy kik lesznek a... 20-on belüli filmből kell már. Így van, őnekik már csak egy 20-on belüli filmből kell választani. Vetíteni viszont nyilván nem csak ezt a 20-at, hanem körülbelül mennyit a 300-ból? Hát ugye vannak egy számaink, tehát több mint 5000 óra, 5800 percnyi vetítés lesz itt Gödöllőn. 3 kiemelt helyszínünk lesz a Lovarda, a Lovarda alatti 2 szekcióterem, a LED falunk, az ugye már az Alsóparkban, és lesz az Alsóparkban még egy előadók sátra, ahol ilyen mecenatúra, magyar filmek, ahol az alkotókkal is lehet találkozni. Ugye a nagy filmek, a közönségfilmek mennek a Lovardába, de befejezve a számokat, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy olyan 90 órányi anyag fog lemenni ez alatt a 3 nap alatt. Ebből azt mondom, hogy a felét sikerült feliratoznunk, tehát ami a külföldi minden, a következő 1/3 az magyar, de pont a diáknak, meg pont a más érdeklődésűek számára is, tehát tartunk angolórát a pénteki napon, tehát az egyik szekcióterembe nagyon érthető, nagyon világos mai problémát, valami játékosan, valamit olyan feldolgozó angol nyelvű filmek fognak lemenni, tehát ide várjuk a gimnazistákat, akiket érdekel, meg az angol tanárokat, hogy jöjjenek csoporttal, de ugyanígy vasárnap is lesz egy úgynevezett angol vetítési programunk. Nem csak azért, mert nem bírtuk lefordítani, hanem tényleg ezek így élvezhetőek és jók. Tehát gondolom, akkor a fordítás, nem csak a technikai, a feliratozás, hanem a fordítás is ilyen, hogy is mondjam, tehát önkéntes segítőkkel. Fantasztikus, 3 éve dolgozunk barátainkkal, szakmai együttműködőinkkel, munkatársainkkal, ugyanúgy áll mögöttünk egy csapat, aki fölfogta, hogy bízunk benne, hogy fölnő ez a fesztivál, oda is már fölnőtt, még a pénzügyileg is nem panaszkodunk, helyén van, reméljük még egyszer meg tudjuk csinálni, de rengeteg önkéntes munka van mögötte. Ki a főzsűri? Hát ugye ez 2 főzsűri van, tehát van nemzetközi, ugye 2 filmszemle megy,
egy nemzetközi filmszemle, ott ugye a zsűri elnöke Novák Emil, tehát a Magyar Filmakadémiának az elnöke, tehát egy nagyon hosszú ideig élt ugye Ausztráliában, mindenhol. Gáspár László, aki a Spektrum TV-nek az egyik vezetője, két Blandin, azt hiszem így ejtik ki, tehát ő az On the Fence nevezetű nagy nemzetközi produkciós és forgalmazó cégnek az egyik vezetője, nagyon híres ember, Geoff Luff, a National Geographic-nak az egyik kiemelkedő operatőre és rendezője, tehát hatalmas filmeket forgatott, és még az EDF-től egy zeneszerző úriember, aki meg természetfilmeknek forgatott, tehát ez a nemzetközi. A magyar zsűri nem nagyon változott, tehát ugyanaz, ami a tavalyi évben is volt, Juhász Árpád az elnöke, és akkor mondhatom, hogy Koltari Andrea, Zahar Zita, Kollányi Ágoston, Zsila Sándor, Dányi Anita, remélem nem hagytam ki senkit, tehát így próbáltam gyorsan végigmondani. Na akkor ennyi önkéntesség után térjünk rá a piszkos anyagokra. A zsűri is önkéntesen dolgozik. Na ezt akartam kérdezni. De azért térjünk rá a piszkos anyagokra, tehát a nemzetközi zsűri tagja is ingyen jönnek. Azok is. Ugye egyetlen, tehát utaztatásokat természetes, de senki. Nagyon-nagyon szerencsénk van a gödöllői művész emberekkel, tehát támogatnak minket az egyedi szobrainkkal, tehát most tényleg minden díj mögött ott van, és ez a díjnál még egy nagyon fontos dolog lesz. És tavaly is kaptak egy különleges kis szobrot, idén is már megvan az az ajándék, amit ők meg fognak kapni, de meglepetés, hogy milyen kis ajándékot. Tehát, de olyan ezek exkluzív, tehát ezt azt lehet mondani, hogy a tavalyiból is készül 12, az idejéből is készül összesen 15, mert, és akkor itt most a díjaknál mondtam, egy nagyon fontos dolog van még, hogy a díjaink és a díjazásaink ugye száma nő. Az egyik oldalról megalakította Fekete Istvánnak a hagyatékát gondozó P. Fekete István, ez az unokatestvére Fekete Istvánnak a Fekete István díjat, és például át fogunk adni Lutra szobrot, ugye a Lutrát itt forgatták, igen, csodálatos szobor. A másik, ahol a szobrok meg fognak jelenni, az pedig idén először Magyarországon, elindul a Threshold Magyarország. Ez 17, 2-2,5 méter magas, 2 négyzetméteren elterülő hulladékból épített művészi szobrok lesznek. És itt jön be a környezetvédelem, ugye? Ez abszolút kiemelve, és itt ugye a díjazottak, a zsűri ugyanúgy, tehát ingyen dolgozik, de akkor ők is kapnak majd ilyen hulladékot. Na, akkor azért erről beszéljünk még egy pár szót. Tehát minden olyan városban, ahol a filmvetítések zajlanak, gondolom, többnyire átfedés az tökéletes, azokban a városokban történnek ezek is. Tehát ott elhelyezésre kerül, megépítésre kerül hulladékból egy-egy köztéri alkotás. Így van. A történet az, hogy tehát például ma pont a Egerben épül a szobor, ott volt kint a helyi tévé is, tehát igen, tehát a városokban, amik csatlakoztak, de ugye nem ez szerint választottuk, hanem ugye a csapatok a művészeti egyetemek elhelyezkedésétől függnek, de így van, ők felépítik a szobrukat, majd május 25-én idehozzák mindegyiket Gödöllőre, a kastély lovardájával szembe, az alsó parkba, és onnan indul egy tárlatvezetés, ez megy be a lovardáig, tehát ott lesznek szobrok felállítva, lesz a kastélynak a belső udvarán is felállítva szobor, tehát egy nagy tárlatvezetés, tehát itt lesznek először bemutatva együtt az összes szobor, itt lesz a zsűrizés, vasárnap lesz a díjátadó, ugye 1 000 000 forintot kap a nyertes csapat, és utána elindul egy külön élete. Tehát ezek a szobrok 10-én Gödöllőre átkerülnek gyorsan akartam mondani, a Hegyaljai Fesztiválra, a Hegyaljai Fesztiválról a Művészetek Völgyébe, úgy néz ki, a Sziget is meghívta a Sziget Fesztivál, kastélyok meghívták, tehát örömömre Tiszatobon is más kastély, parkokba is ki lehet. Egy külön élete lesz ezeknek a szobroknak. Még egyszer, hogy mindenki tisztán értse, hulladékokból kell építeni. PET palackból, fémből. 2,5 méter magas köztéri szobrokat. Így van. Le van, aki a fémet választja, tehát lesz két szobor, amit tudom, hogy tulajdonképpen abszolút fém hulladék, lesz, ami vegyes, lesz, ahol CD-kből építenek egy nagy szobrot, ami alatt át tudunk menni. Tehát én már láttam a terveket. Ugye most építik ezek a művész palánták. Fantasztikus lesz. Mindegyik egy humor, egy történet, és ez a nagyon fontos, mert azt a címet adtuk az idei pályázatnak, hogy az emberkora. Tehát beléptünk abba a korba, amikor már mindent mi darálunk, már nem föltörténeti, mi változtatunk. Erre milyen válaszuk van a gyerekeknek.
mindegyik szobor egy történet, és ez a csodálatos, lesz egy katalógus, mindegyik arról szól, hogy mi a helyünk, és mit kéne csinálnunk. Mi kerül itt pénzbe? Hiszen ugye mindenki ingyen dolgozik, hát a díjak valószínűleg igen, de hát ezt rád bízom. Hát miből gazdálkodtok, és mire költöttök? Rengeteg, tehát ugye ennek azért promóciójának kell lenni, plakátjaink, ugye most helyeztük ki az egész térségbe a fesztivál plakátokat, óriás plakátok vannak Pesten, tehát el szeretnénk érni, hogy tényleg ez a nagy családi nap, így május végén, ami lezárja ugye a nagy neves napokat, tehát a madarakfák napja, biodiverzitás és földnapja, és meg sorolhatnám, végén a gyereknap, tehát ez tényleg egy nagy gödöllői rendezvény legyen, egy gödöllő térségi nagy családi program, ilyen, tehát meg kell szólítanunk a környezet, tehát a promóció egy elég kihívás. Rádióban is lesznek hirdetések. Tehát rengeteg apró költsége van. Ugye az alsó partból 40 partnerünk fog megjelenni, akik nem kérnek pénzt, de azért sátrakat kell bérelnünk, minden szolgáltatást meg kell ez adni. És akkor a kérdés az, hogy honnan van a pénz, tehát ez pályázatok. Tehát az FM támogat minket, az Emberi Erőforrás Minisztérium, sok pici kis pályázat, tehát a film alap, azt kell mondanom, hiszen az játékfilmre és más ilyenekre specializálódott, ott nem tudom, de például ami a súlyát adja egy fesztiválnak, hogy jó, ide hívunk nemzetközi emberek, de mégis mi a díj, most egy spéci szobor vagy mi, tehát nemzetközileg nézik, hogy na most itt van-e pénz is. És idénre elértük azt, hogy 6 millió forintnyi pénzt fog kapni a nyertesek. És ezt felajánlották támogatók, intézmények, partnereink, tehát ezt mind az alkotók fogják megkapni, tehát rengeteg ilyen sok pici dologból áll össze ennek a fesztiválnak a költségvetése, nem mondhatom azt, hogy ide pályáztunk és megkaptuk. Reméljük egyszer így lesz. Egy a probléma, hogy még az Európai Unióba se lehet pályázni ilyennel. Egy utolsó kérdés felmerült bennem, bár ha neked van még mondani valód, akkor nem az utolsó. De azon gondolkodom, hogy vannak nemzetközi filmfesztiválok, ahol filmforgalmazók, televíziók, stb. Állnak sorba, oda mennek, vizsgálják a filmeket, mit érdemes beszerezni, érdemese beszerezni. Van-e már itt is ilyen jelenség, vagy pedig itt többnyire már ezeknek az alkotóknak megvan a háttere, hogy hol és ki fogja vetíteni, forgalmazni a filmiket? Erre azt kell mondanom, hogy nincs. Tehát a magyar alkotóknak nincs még ilyen háttere, nagyon megérdemelnék. Az egész, hogy elindult, az pont arról szól, hogy nagyon-nagyon jó alkotások vannak ezen a területen, nagyon tehetséges jó alkotók vannak, külföldi magyarok, de elméletileg ez a mai piaci világ, tehát ugye maga ez a mozizási rendszer meg szokás, ez egy teljesen más típusú filmekre specializálódott. Ezek a filmek is, de nem csak a mi általunk lefedett, hanem tényleg a dokumentum kategóriáknak a több más kategória, ami nem csak a tervezet és környezetvéde, ezek egy kicsit olyan sanyarú helyzetben vannak mostanában, tehát szükség van arra, hogy teret adjunk, hogy támogassuk őket. Bízom abból a szempontból, hogy elég sok nagy nemzetközi produkció megjelent Gödöllön, hogy idő múlva azért megjelennek a producerek is. Nem véletlen, hogy a zsűribe tavaly is és idén is nagy forgalmazó cégeknek, tehát az On Defense-nek, akkor ugye a Blue Ant Mediától volt tavaly, idén is jön képviselője, tehát onnan hívunk zsűrit. Egyértelmű a zsűri azért ráfigyel ezekre a filmekre, célunk a magyar filmek. De kell segíteni őket. Az egész fesztivál arról szól, hogy ha megnézzük őket, ha látjuk őket, akkor hírértéke, súlya lesz ezeknek a filmeknek, először itthon, utána kívül. És fölvállaljuk azt, hogy ugye bekerült a mi fesztiválunk egy úgynevezett Green Film Networkbe. Ez a világon a legnagyobb természetfilmfesztiválokat koordinálja. Itt csak a második sikeres év után lehet ebbe bekerülni. Vizsgálják azt, hogy milyen volt a kommunikációnk, milyen minőségű filmek jöttek, honnan jöttek az alkotások. Mi ebbe bekerültünk. Ebbe olyanok vannak, mint San Francisco, Rio, tényleg a legnagyobb fesztiválok, természetfilmfesztivál, New Yorki fesztivál, akkor a Torinói fesztivál, Párizsi fesztivál, tehát ezek vannak benne, és most már idén mi is. Ami az a hosszú mondat lényege, hogy idéntől mi tudunk nevezni magyar filmeket ezekre a társ fesztiválokra.
Természetesen sok fesztivál nagyon tematikus, megfelelő filmet a megfelelő helyre, tehát maga a fesztivál menedzsment ezt felvállalja, ha kell, segítünk az alkotónak fordításba, feliratozásba, és így talán megint egy lépéssel fölgyorsul a dolog. Ezeket csináljuk még, és ugye természetesen megismételném, május 26-28 között lesz a rendezvény, Alsópark, Királyi Kastély, központtal, és rengeteg-rengeteg játék, tanulhatunk, játszhatunk, jól érezhetjük magunkat, és esténként, egy nagyon fontos dolog, ezt szeretném majd kiemelni, idén is lesz Jam for Nature, tavaly összesen azt hiszem, hogy 24 együttes, idén több mint 50 együttes jelentkezett már, tehát természetes, hogy ebből csak alig egy pár fog bekerülni, hiszen péntek és este koncertek lesznek, és minden este, péntek és szombat estének a lezárása, két nagy film lesz a 20 négyzetméteres Lettfalon. Várunk mindenkit, mert olyan filmet kapnak péntek este, amit soha az életben nem láthattak Magyarországon, és Jean Reno a főszereplője, ez a Széltestvérek magyarra fordítva, egy csodálatos családi mozi, egy szirtisasnak a felneveléséről sikerült megszereznünk. Én már láttam tényleg, tehát valami olyan brutálisan gyönyörű képek vannak benne, és egy nagyon jó színészi teljesítmény. Ez péntek este a Lettfalon, és hát szombat este meg a Győztes természetfilm, az pedig önmagában nagyon jó lesz. Tehát várunk mindenkit az összes programra. Tehát május 26, 27, 28, országosat nem bírunk kiáltani, ugye 20 város felé nem tudunk, de Gödöllő környékének üzenjük, hogy érdemes jönni. Várunk másrészt mindenkit. Viszont addig is gödöllőfilmfest.hu. Így van, www.gödöllőfilmfest.com. És egy nagyon fontos, hogy már fönt vannak a trélerek, tehát és minden olyan film, ami a katalógusba bekerült, annak a trélere már megtalálható, rövid leírás. Ez nem az, amivel a roncsautót haza lehet vinni, nem. Hanem azok a kis mini köszönöm. Igen, kis rövid, eszenciák, amiknek alapján el lehet dönteni. Így mindenbe bele lehet nézni, és május 15-től pedig a vetítési programunk is fönt lesz, ugyanígy, hogy bele lehet nézni a filmekbe, angolul, magyarul, meg leírású, tehát egy nagyon-nagyon szépen ott lesz minden, és várunk mindenkit. Székely Tamás, köszönjük szépen, hogy itt lehet. Én köszönöm, hogy itt lehettem.